A színházi évad kezdete óta folyamatosan érvényben levő megszorító intézkedések és a korlátozott közönségszám ellenére az idény kezdete óta 3 bemutatót sikerült megvalósítania az Újvidéki Színház társulatának. Ez alatt az idő alatt többször is végeztettek PCR-tesztet a dolgozókkal, mondta Vencel Valentin. Volt korábban is koronavírus fertőzött a köreikben, de még így is viszonylag zavartalanul tudták folytatni a munkát, egészen március elejéig, amikor kénytelenek voltak bezárni a színházat. Ennek a hónapnak az elején egy ilyen futótűzként terjedő fertőzés ugye ütötte fel a fejét a színházban, ami azt jelenti, hogy előbb ugye 2 kollégánk lett pozitív, majd aztán természetesen, hogy ez szokott lenni, 4, ugye 5, és ugye a végén egy külsőssel együtt tulajdonképpen ugye 7 fertőzött kollégánk lett. Reméljük azt, hogy ez a korlátozásokkal járó munkamódszer, ez majd valahogy visszatér a normálisba, és ugye a közönségünk ugyanilyen teljes számban majd jelen tud lenni az előadásainkon. A 7 fertőzött közül 3 már felépültek, a másik 4 dolgozó is jól van, és napokon belül újra dolgozhat majd. A munka, ha csökkentett üzemmódban is, de tovább folyik az Újvidéki Színházban. A Mephisztót próbálják kisebb csoportokban. Vencel Valentin elmondta, reméli, hogy az évad hátralevő részét a tervek szerint teljesíthetik.